célmentel, hogy tudományos kutatások révén olyan hasznos információk hozzassak, amiknek a segítségével a valóságban is meg lehet semmitni ezt a műnél. Most végül összefoglalva, tehát először bemutatom a kiinduló üzleti ötletet, majd utána a tudományos kutatások egyes lépéseit. Végül pedig a megvalósult festőművet fogom bemutatni. Majd a legvégén a jövőbeli lehetséges irányokról fogok beszélni. A szolgáltatás, amit a festőművei nyújt, az úgy néz ki, hogy elmegy valaki festeni, különösebb hozzáértés nélkül, és 3-4 óra alatt festői tanács segítségével megfest egy ilyen vagy egy ilyen festményt. Az üzleti ötlet alapján elindultott egy átfogó piackutatás és a piac elemzése is. Ennek a kutatásnak 4 szakasza volt. Az első 2 külföldön volt, az egyik a jelenleg külföldön működő festőműhelyeket tartalmazta, a másik pedig 4 mélyinterjút tartalmazott. A 40 külföldi festőműhelyet vizsgáltam meg, voltak közöttük franchise hálózatok, illetve online festő alkalmakat nyújtó cégek is. Rengeteg lehetőségével rávilágított ez a kutatás, hiszen nagyon sokféle programokat szerveznek. Lehetőséget nyújtanak például lánybúcsúra, vagy céges csapatépítő tréningre is, illetve szülinalkozásra, továbbá kitelepült festő alkalmakra is. Gyakorlati tippeket is lejegyeztem a kutatás által, például a marketing tevékenységükről. Ezután készítettem 4 külföldi céggel mély interjút, melyekben a vállalkozás nehézségeiről, a festéssel kapcsolatos tevékenységek követelményrendszereiről, a marketing kommunikációjukról és a motivációjukról szereztem információkat. A motiváltságukról kiderült, hogy csak szenvedéllyel érdemes ebbe belevágni, és azt nagy előnyként jelentette ki mind a 4 interjú alanyon, hogy a hobbiuk a munkájuk. A harmadik kutatási lépésként megvizsgáltam a magyar cégeket, összegyűjtöttem őket, nagyon kevés magyar cég foglalkozik hasonlóval, viszont mindegyiknek sikeresek a festő alkalmai. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy van Magyarországon erre igény, ugyanúgy mint külföldön. A negyedik lépésként elvégeztem egy kérdőíves piackutatást, amelynek 3 része volt. Az első rész azt mutatta meg, hogy mi motiválja a festőket, illetve hogy a kitöltők fele 15 és 25 ezer forint közötti összeget kérne el egy megfestett festmény esetében. De ennek ellenére a festőket jobban motiválja a tanulás, a továbbképzés lehetőség és a felszerelés biztosítása, mint a pénz. Ez egyébként 20-24 és 35 fő közötti, mert nem volt kötelező a választás, ezért voltak a válaszok, változó. És volt egy, az egyik kérdés ez volt, hogy mi általában támogatva magukat, és a pénz volt a harmadik, a tanulás, meg a felszerelés biztosítások. A második rész azt mutatta meg, hogy a cégek akár 45 ezer forint feletti összeget is hajlandóak lennének kifizetni a festményért, sőt a harmaduk a közeljövőben tervez festményt vásárolni. A harmadik rész pedig a festőalkalmazatot vizsgálja meg, és kiderült, hogy a festés, mint kikapcsolódást, jól tettnek tartják az emberek. És fizetnének is érte. A piackutatáson felül megvizsgáltam a vállalkozással foglalkozó szakirodalmat is, hogy egy átfogó képet kapjak a vállalkozáshoz szükséges lépésekről és a vállalkozó ember jelenvonásairól is. Az elsődleges célom, hogy ebben a műhelyben rendszeresen megvalósuljanak a festő alkalmak, hiszen a kutatásom során szerzett információkat a gyakorlatban is hasznosítottam, és azok alapján kezdtem el a festőmény létrehozását. Kutattam, hogy van-e rá igény, kutattam, hogy hogyan lehet megcsinálni, és megcsináltam. Tervezési feladataim közé tartozott a festőmény kialakításának megtervezése, ebben is nagy segítsége volt annak, hogy előtte külföldi példák által tájékozottam, hogy milyen lehetséges kialakítások vannak. Ugyanis segített az online marketing kialakítása. Az első programom
Az első festőprogram ötlete a Páros Festő Alkalom is külföldről származik, ugyanis 2017. februárjában megszerveztem az első festő alkalmat. Erről egy videót is készítettem. Hogyha visszalépünk, és még le is jár. Igen, egy partner. És ön a festőtanár vagy a... Nem, én szerveztem meg a festőtanárat, de jöjjön. De hogy, te hogy passzol ki a valaminek a fejéről egy ötlet? Fest egyébként vagy? Nem. Akkor ez hogy? Ez úgy jött, hogy külföldön akartam erről diákat csinálni, tegnap elő is adtam, csak aztán az volt az eredménye, hogy az egy nem jó prezentáció, ezért újraírtam és jöttem vele, de hogy külföldön... Az elég nagy baj. Előbb van. Ja, hogy igen, de ez amiatt, amivel tegnap óta újraírtam sajnos. És igen, elmondom is rá. Na, hogy jön a képe? Tehát, hogy külföldön láttam azt, hogy igenis meg lehetett venni rengetegféle festményt, és hogy a festmény, mint olyan tevékenység, az a hétköznapi családok életében is szerepelt. Akár egy sarki kisbolt falára festették, marketing tevékenységként, akár otthon. Görögországban és Tájföldön is. És húzamosabb volt ott ezeken a helyeken, vagy csak úgy turista vagy? Hogy... Mint turista. Ja, és csak úgy láttam, hogy ez ahogy működik, hogy valaki... Igen, hogy működik. Hogy ezt megtanítják, hogy most hogy fessen ki a fürdőszobát? Nem, de hogy olyan például működik, hogy festenek emberek festményeket, és egy százas stócban át lehet lapozni és megvenni, amelyik tetszik. De most csak úgy mondom, most bocsánat, totál amatőr festik ezeket, vagy, és valaki megveszi? Vagy nem, művészek festik, viszont akár egy festményt tízszer is megfestenek, hogy eladható legyen tízszer is. Tehát akkor ezek ilyen reprodukciókat csinálnak? Is, meg maguktól is, de nem profi művészek, de nem is amatőr. Most pont az időt teszem, hogy a Párizsba volt, vagy nem. Nem, ez biztos volt, hogy volt egy már. Tehát ott a Bombárton ez a ügyem, hát nem. Pancserok vagy profi, vagy nem tudom, valamit. Ez is van a hallgatói. Nem, tehát hogy valaki olyasmire kell gondolni? Tehát ott is van egy tér, és akkor ott mindenki... Nem, nem. Hát ezekben a példákban nincsen, nem nyilvános a festés, nem a festményeket árulják, de voltak más példák is, például az amerikai festőalkalmak, olyan nem vettem részt, viszont vannak itthon is festőalkalmak is. Tehát akkor ön ezt úgy találta ki, hogy ebből lehet egy bizniszt csinálni. Tehát ez van olyan, ami nincs. Nem olyan elterjedt. Nem de el tudja képzelni, hogy itt is vannak emberek, akik szívesen rajzolgatnak, vagy úgy gondolják, hogy amit ők festenek, azt el is lehet adni. Igen, pontosan. Tehát ebben egy üzleti modell. Jó, igen. Most így értem. Köszönöm. És, az volt a visszajelzés is, hogy egyrészt nagyon szép festményeket vihettek haza. Ez más... egy párterápia, amikor ezt megkívülhetnek. Na, tényleg, nem szoktad ezt. Na nem? Ez az, ez arra. Igen. Mert én most az jutott az eszembe, hogy ezek a festő alkalmak képesek lesznek arra, hogy ezeket most nagyon divatos felnőtt színezőket kiváltsák, hogy nem otthon színezik az emberek nyugtatás céljára az elaprózott felnőtt színezőket, hanem elmennek egy ilyen csoportba, és akkor ott alkotnak valamit, akár párterápia, ezt nyugalom célnából, ezt teljesen van erre egy amerikai példa is, hogy el se kell menni, hanem onnan letölti a lépésről lépésre instrukciókat, ami mégis kifestő szinten van, és ezáltal otthon is megcsinálja bárki, és ugyanettől a cégtől megemelheti a vásznat, az ecsetet a... Szóval van erre példa. Tehát az ő véleményük is nagyszerű volt. Azóta is együtt vannak. Igen, hagyj idézem őket, valahogy jobb oldali párt. Köszönjük ezt az újszerű elményt nektek, magunk sem hittük, hogy mire vagyunk képesek együtt, és milyen jól összecsiszolódunk. Ezen az alkalom felül meghirdettem még áprilisra is festő alkalmakat, amikre nem volt jelentkező, mivel hogy nem folytattam elegendő marketing tevékenységet, és ezt a tapasztalatot
illetve a megvalósult festemény tapasztalatait abszolút mértékben hasznosítani fog, fogom hasznosítani fog a jövőben. Viszont nyáron záróvizsgázok, ezért addig félreteszem a projektet, és augusztusban fogom elkezdeni a marketing tevékenységet, és szeptemberre hirdetem meg a következő alkalmat, amire remélem, hogy nem szükségem. Ez ne így hirdess a pároknak, hanem inkább ilyen pár kereső történet legyen, akkor lehet, hogy nagyobb lesz a keresőd iránta. Az április az már nem pároknak. És jövőre szeretném kiterjeszteni a festőműhely ötletét. Az első lehetőség, hogy a kiinduló festőalkalmakat bővíteni, vagy sokféle tematikus festőalkalmakat lehet tartani. El lehet menni a B2B irányba is cégeknek, csapatépítő tréninget tartani, illetve lehetőség van arra is, hogy külső helyszíneken is megtartani ilyen alkalmat. A második lehetséges irány ennek a tovább gondolása, ugyanis léteznek különlegesebb technikák, melyekkel különlegesebb élményt lehet nyújtani, például UV-fényű festékkel való festés, vagy fal való festés, illetve kerámiát festeni is. A harmadik lehetőség a festészet online oktatása Magyarországon is, illetve egy festeni vágyakon szóló könyv megjelentetése. Bár a létrehozása munkaigényes, azonban passzív jövedelemforrásként lehet erre tekinteni, ezáltal megérheti ez a lehetőség. Mert szóval én, tehát szeptemberre elég dolgozni, és akkor ez így mellette? Vagy? Én már most felállásra dolgozom. Te teljesen más. Hát igen, csak hogy a befektetni kívánok őkét megszereznek. Tóriás molinókat vásárolni. Van valamilyen kapcsolat, ami művészül által, egy testvérrel? Hát a művészek tanárokkal van kapcsolat. Mert most nem, egy más területre, mert pont az jutott eszembe, hogy biztos van rengeteg olyan festő, vagy festő tanár, vagy akár rajztanár, aki ezt szívesen megcsinálná, csak ő viszont ehhez a részéhez nem ér. Ilyeneket keresek. Van ez a úgy van, hogy kis képző, vagy melyiknek hívják az, amilyen ilyen művészeket képeznek. Az azt mondom, hogy ez egy elég jó menő iskola. Tudom, volt egy hallgatom, és pont ilyesmire panaszkodott, hogy rengeteg ilyen kreatív művész van, akik hát fest, hát most ő nem fog se üzleti tervet csinálni, se marketing, se semmit nem fog. Alig várja, hogy valaki szóljon neki, hogy most menjél el holnap oda, kapsz egy tízest, és tanulj meg öt embert rajzolni. Hát, igen, én ezt létezik. Ilyen kapcsolatokon gondolkozott? Komázon van egy ugyanilyen, aki az üzleti része nem érdekli, de szenvedi a festés. Kiállításai vannak, és ő tartotta volna az április időt, mint csak. Miért nem biztos magában, hogy ezt tudja? Említett sajnálatos látjáson. Nem, szóval nekem nagyon tetszett a dolgozat, annak kérdő, hogy nem jó dolgozat. Tehát annyira nem jó a dolgozat, főleg a, tehát ezek az iskolás részek, nem tudom, miket ott írt, ilyen üzleti tervek, hát amit ilyen kötelező alkatrészei lennének a dolgozatnak. Egyszerűen azért volt meggyőző, mert éreztem, hogy ön ezt csinálja, ezt tudja, ebben hisz, ezt működteti. Fölkentik, akkor is ott van a lelki szemei előtt ez a tábla, néhány ember, mert ezt ő megálmodta, és ebben szerintem lehet hinni, és sokkal hitelesebb, hogyha ezt úgy jön, hogy erről hisz benne. Így nem hiteles, így nagyon nehéz eladni őket. Mondjuk, hogyha éppen lenne fölösleges pénzem, úgy is van, hogyha bérbe mennék az autómat, és nem van egy kis ugye, és akkor mondom, hát most mit tudom én, mindenféle jó vezélás, most hazzád ilyen bölösleges pénzem, kinek adjam. Az olvasás után azt mondanám, hogy na nézzük meg, mi ez, és amikor előtt, ő sem biztos még benne. Jó? Nem kell elnézést, még nem először, teljesen jó gyakorlat. Ez pont arról szól, amit az elején mondtam, tessék hinni a valamit csinálnak. Kérdés? Csak egy kérdésem lenne, hogy ez csak felnőtteknek szóló festmény, vagy mikor gondoltam gyerekeknek is? A lehetőségek, hogy a festmény.
festőtáborokat is tartani, szóval minden ilyenre nyitott lenne. Sőt, akár nem csak a festéssel, hanem fonálképkészítés, paparakás, fotózás, mindenféle kreatív tevékenység. Igen? Kérdéseire reflektáltok az értékelésében elhangzottakra? Vagy mit tekintek? Szeretem? Igen. Ugye ez jó? Vagy mit tekintek sikernek, azt kérdeztem. Sikeresnek tekintem a kutatásomat, mivel hasznos információkat szereztem által, illetve a festőművet akkor fogom sikeresnek tekinteni, hogyha a hosszú távon működőképes vállalkozás lesz. Inkább az első az egyáltalán nem érdekel. Tehát a festőművet akkor lesz sikeres, hogy egy stabil. Tehát, hogy hosszú távon ebből így szépen mellesleg valami csúra a zsebben. Ez egy hosszú távú plusz kereset, tehát ön ebből indult ki. Ez nem volt. Egyrészt, másrészt a keresetnél fontosabb az, hogy legyen, tehát hogy ki legyen alakulva, be legyen járatva, legyen sok jelentkező, rendszeres heti történet.